Jó estét kívánok, kedves nézők! Kint tombol a nyár, mi sem természetesebb, mint hogy a hokisok javában készülnek a szezonra, és lehet, hogy a hőmérsékletet tekintve sokan még iridlik is őket, hiszen a jégcsarnokban véletlenül kellemesebb a klíma ezekben a napokban, mint mondjuk délben, délután kint a városban. Ezzel együtt persze irigykedni nem kell, kőkemény munkát végez a csapat, és javában készül immár teljes kerettel a Fehérvár AV19, vagyis új nevén Hidro Fehérvár AV19 az új szezonra. A névváltoztatás is mutatja, hogy bőven történtek azért fontos dolgok a csapatháza körül. Erről múlt héten már egy sajtótájékoztatón be is számolt a klubvezetés, most pedig egy kicsit a részletekbe is bele tudunk menni Gál Péter Pállal, a Fehérvár AV19 SC elnökével. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lettek, és üdvözlök minden fehérvárit, illetve mindenkit, aki most néz minket és szurkol nekünk. Nagyon sokan vannak, akik ilyenkor tényleg már vágják a centit, de gyakorlatilag nagyon sokan a törzs szurkolók közül már attól a pillanattól kezdve, hogy véget ér az előző szezon. Ugye azzal biztathatjuk őket, hogy tényleg hát bő egy hónapot kell még kihúzni, és aztán már meccseken is láthatják a csapatot. Most figyelembe véve, hogy egy új név kerül immár fel az eredményjelzőre a hivatalos kiadványokba, mondhatjuk, hogy talán a legfontosabb történés ez volt itt a nyáron, ami történhetett, és talán egy kicsit nyugodtabb elnökülhet így itt velem szemben, mert hát azért ez nyilván a csapat gazdasági, illetve anyagi lehetőségeire kihatással van. Nyilván sokat segít, bár egy elnök sohasem lehet teljesen nyugodt, hiszen várja az újabb kihívásokat, illetve az újabb kihívások várnak ránk. De valóban talán az elmúlt időszak, a nyári, az eddig eltelt nyári időszak egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb történése, bejelentése volt az, hogy a Hidro újra csatlakozott hozzánk, és egy 3 éves együttműködési megállapodás keretében névadó szponzorává vált a Fehérvári Jégkorongnak, illetve a Fehérvár AV19 SC Ebel csapatának. Ugye ennek előzménye is volt, hiszen ők már korábban Szapa néven szintén egy 3 éves periódusban álltak a fehérvári csapat mellett. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, vagy sokszor fagyasztottunk jeget már a Raktár utcában. Náluk is történtek változások. Egy valami biztos nem változott, például, hogy ez a cég továbbra is a nemzetközi gazdasági élet egyik legkiemelkedőbb, talán piacvezető szereplője is, de Fehérváron is a legjelentősebb városi gazdasági szereplők között van, ahogy remélem mi is a legnagyobb, legfontosabb fehérvári sportbrendek közé tartozunk. Így mondhatjuk azt, hogy végül is örömteli, remélem mindenkinek, aki szereti a sportot, szereti a jégkorongot, hogy ez a két márka, ez a két név, ez a két szervezet egymásra talált. És ami nekünk ebben örömteli legfőképpen, hogy ez nyilván, bár ezek a számok nyilván nem tartoznak a nyilvánosságra, de jelent egy olyan gazdasági pluszt, amivel azért a tervezhetőség nyilván javult. Hát nem tartozok a nyilvánosságra, legalábbis Magyarországon megszoktuk, hogy nem beszélünk ugye szponzori nagyságrendekről. Hozzáteszem, a nagyvilágban sem mindig, bár olykor azért röpködnek a kiderített vagy megnevezett milliárdok. Maradjunk annyiban, hogy manapság, amikor, és ez a fehérvári sporton is jól lemérhető volt, gyakorlatilag eltűntek a névadó szponzorok, és itt most már azért sok évre vezethetjük ezt vissza. Minden nagy egyesület a város nevét viseli, mint fő támogatóét. Mennyi, valójában mondjuk nem tudom, százalékos, amennyi, mekkora részét jelenti ez a költségvetésnek, de nyilván a névadás az már önmagában jelzésértékű. Igen, itt egy kicsit, tehát hogy mondjam, először is talán azt szeretném legelőször leszögezni, hogy azzal, hogy végre újra névadó szponzorunk van, azért kolbászból nincs a kerítés a Raktár utcában, de tény az, hogy könnyebben van minden nap étel az asztalunkon, ha fogalmazhatok így. Ha már említetted a várost, azért azt ki kell jelentenünk, hogy ahogy más sportágakban is vélhetően így van, a jégkorong mögött is a legnagyobb támogató, a legstabilabb támogató továbbra is Székesfehér városa, tehát független attól, hogy most névadó szponzorunk lett, ezt a címet elbitorolni a várostól nem sikerült nekik, bár így lenne. És ezt mondom egyrészt a klub nevében, de nyilvánvalóan mondhatom a város nevében is, hiszen mindenünk érdeke az lenne, ha egyre inkább át tudnánk venni a gazdasági élet szereplői azt a támogatási feladatot, lehetőséget, szintet, amit a város évre-évre beletesz. Főleg egy ilyen városban, ahol azért nem mondhatjuk, hogy nincsenek jelentők, erős multicégek. Igen. Mi szerencsések vagyunk, hogy egy ilyen városban
alkothatunk a sport területén valamit. Szerencsések vagyunk, hogy a város meg tudja tenni azt, hogy az oktatás, a kultúra, az egyéb feladatai mellett a sportra is jut, és van is akarat benne, hogy a sportra adjon. De hogy visszakanyarodjunk a névadásra és a kérdésedre, bár pénzről nyilván nem beszélünk, nyilvánvalóan nem is azt mondom, hogy a teljes költség, mert a teljes költségvetésünk egy kicsit bonyolultabban áll össze, nem olyan egyszerűen, mint hogy mennyibe kerülnek a játékosok, mennyi fizetést adunk nekik, és akkor boom, letelt a szezon. Nézzük meg, mi jött be, mennyit fizettünk bérekre, sokkal összetettebb a kiadási listája egy egyesületnek, és akkor még nem is beszéltem a TAO rendszerből fakadó bevételi lehetőségekről és elszámolási lehetőségekről, de azt mondom, hogy az EBEL csapatra fordított, ha csak az EBEL csapatra fordított összegeket nézzük, akkor azért hála Istennek ez a támogatás egy kétszámjegyű százalékos arányt ér el ebben a tekintetben. De ismétlem, ez csak és szigorúan az EBEL csapat fenntartására fordított összegeken belül értendő. Ennél sokkal összetettebb az egész gazdálkodásunk. Világos, ugyanakkor az egész magyar sportban alig találunk olyan egyesületet, amely mondjuk az ennél nagyobb nagyságrendű hátteret biztosító szponzorra rendelkezik. Tényleg mondjuk a győri női kézisek jutnak talán eszembe, ahol valószínűleg a névadó szponzor ennél stabilabb hátteret is ad. Az azért érdekelne, mint sportvezető, aki azért politikus is volt még nem olyan régen, hogy látod azt a kérdést, hogy a magyar sportban van-e bármiféle remény arra belátható jövőn belül, hogy a nagyon-nagyon erős állami támogatást, amely olykor elég egészen direkt formában érkezik, ha nem is teljesen kiváltja, de legalább emellett meg tud-e jelenni az a fajta piaci alapú szponzoráció és gazdálkodás, ami azért a nyugati vagy a más sportkultúrákban azért benne van. Igen, először beszéljünk az első részről a történetek. Valóban sokkal kevesebb példa van ma már a magyar sportban arra, hogy szó szerint a piacról érkező szereplő névadó szponzorrá válik egy egyébként viszonylag jelentős magyar sportklub életében, mint például mi vagyunk. Egyébként ezért itt és most szeretnék is köszönetet mondani a volt Szapa, a Hidó menedzsmentjének, Sipics Tamás barátomnak, akivel és a munkatársaival azért nem most nyáron kezdtünk erről beszélgetni. Annyit talán elárulhatok, hogy ez a folyamat azért egy-két évre, három évre visszanyúlik. Folyamatosan próbáltuk mi már összehozni azokat a kereteket, amely keretekre a Hidro nemzetközi menedzsmentjének a vezetése rábólint, és azt mondja, hogy helyén valónak tartja Fehérváron az ő cégük egy ilyen fajta társadalmi szerepvállalásba belekezd. Most jött el az idő idén nyáron, és szerintem a gazdasági életben viharos gyorsaságnak számító egyhetes tárgyalássorozat után egymás kezébe tudtunk csapni. Ezt csak így zárójelbe jegyeztem meg, hogy valóban nem könnyű. Ez is évekig készült ez a projekt, amikor aztán hirtelen felmelegedett, és tényleg akkor meg tudtuk kötni ezt a megállapodást, amiért még egyszer köszönet jár a saját munkatársaimnak is, akik nekem segítettek abban, hogy a különböző anyagokkal fel tudjuk kelteni az érdeklődését a Hidro nemzetközi vezetőinek, és a Hidro részéről is azoknak, akik a végén aztán segítettek abban, hogy ez összejöjjön. Visszatérve a kérdés második felére, hogy látom a magyar sport támogatás szerkezetét, nem tudom, hogy tisztem-e nekem ezt megítélni, de sportvezetőként is és magánemberként is nyilvánvalóan van erről véleményem. Van ennek olyan része is, ami publikus. Én azt gondolom, hogy valóban, ahogy te céloztál rá, ennek a szerkezete egy kicsit torz. Amilyen áldás a TAO rendszere egyébként a magyar utánpótlás, a magyar profi sport felszerelés részének az előteremtése tekintetében. Másik oldalról egy kicsit valóban torzítja a viszonyokat abban a tekintetben, hogy a TAO rendszerének működése miatt nagyon sok egyébként erős gazdasági szereplő is gondolja úgy, végülis valahol az ő szempontjából biztos jogosan, de gondolja úgy, hogy ő ezzel a TAO lehetőséggel eleget tett a társadalmi szerepvállalásnak, ő beletette a sportba azt a pénzt, amit tőle kvázi elvártak, és ő már nem foglalkozik olyan részletekkel, hogy a TAO által biztosított pénzösszegek felhasználása nagyon szigorú keretek közé van szorítva, és ha valaki, már pedig mi ilyenek vagyunk, és én ilyen vagyok,
ezt a törvényi keretek között kívánja felhasználni, és úgy is használja fel évek óta, akkor nem léphet, ebből nem küldhet olyan területeken, amik egyébként a profi sportban elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy csapatot, vagy kettőt, ahogy egyébként azt mi tesszük Fehérváron, egyébként működtes, és ebből a szempontból az ilyen tisztességes klubok bizony ilyen nyílt piaci alapú szponzoráció tekintetében nehéz helyzetben vannak, amikor esetleg tapogatóznak, tárgyalásokat kezdeményeznek. Hát de legalább ti meg most egy sikerül tudunk be, ennél nagyobb ennek a sikernek az értéke. Meg azért nem minden klub akar egyáltalán, tehát az is a probléma ezzel, de nyilván nem ennek a beszélgetésnek a tárgya, ezt végképp vagy nagyon részletesen kitárgyalni, hogy nálatok azért megvolt a szándék már csak a nagyívű célok miatt is, hogy legyen másik láb, legyen másik támasz is. Valahol pedig azért bőven megelégszenek azzal, amit a TAO vagy az egyéb állami támogatás nyújt. Jó, hát meglátjuk, most 3 évig ezek szerint tényleg van másik támasz is, illetve másik szponzor is. A kérdés az, hogy például az EBR rendszerén belül, mert az mindig sokszor elhangzik, hogy azért mi még mindig a szegény testvér vagyunk, és hogy így kell értékelni azokat az eredményeket, amiket elér a csapat a jóval gazdagabb osztrák riválisokkal szemben. Mennyire sikerül előrelépni, tehát mondhatjuk-e azt, hogy például a Hidrónak köszönhetően, vagy a TAO-nak, vagy a nagyobb állami szponzoroknak egy olyan masszív alakulat most már gazdaságilag is a Fehérvár, amely bátrabban akár merészebb célokat is kitűzhet. Igazából én ezt egy kicsit talán másik oldalról próbálom megközelíteni. Valószínűleg most sem tartozunk, és nem is fogunk tartozni az EBL gazdagabb klubjai közé, illetve nem leszünk vetétársai, így fogalmazok, az EBL osztrák klubjainak. Egyszerűen a történelmi helyzetből fakadólag olyan handicapes előnyben vannak, amit egy-két szponzorációs szerződéssel szerintem nem lehet áthidalni, amivel át tudjuk hidalni, hogy ezek a szponzorációs szerződések, ahogy te mondtad, egyre inkább tervezhetővé válnak, 3 éves periódusokra tudjuk megkötni őket, ahogy egyébként más területen is igyekszünk mi már nem egy éves, hanem legalább 2-3 éves megállapodásokban, együttműködési szerződésekben gondolkodni, ezáltal tudunk mi tervezni. Aztán, hogy ez mire elég, ugye, az igazából végül is mindig a pályán dől el. Én azt gondolom, hogy most vagyunk olyan helyzetben, hogy versenyképes csapattal tudjunk versenyezni az EBL-ben. Soha nem leszünk képesek olyan hosszú padot, kispadot kialakítani, mint mondjuk egy Vienna Capitals, vagy egy Red Bull Salzburg, vagy akár a Linz nyilvánvalóan, vagy a rekordbajnok Klagenfurt, de versenyképesek lehetünk a tekintetben, hogy nálunk a TAO-nak köszönhető utánpótlás képzésből képesek leszünk a jövőben kinevelni olyan magyar srácokat, akik azt a bizonyos szerepet, ami a légiósok mellett egy csapatban rájuk hárulnak, eredményesek akarunk lenni, be tudnak-e tölteni. Ebben szerintem viszont nekünk van handicapünk az osztrák kollégákkal szemben. Egyszerűen pontosan a TAO rendszere miatt. Viszont óriási a felelősségünk, hogy ezt majd mi vajon, most már eljött az idő lassan egyébként, az igazság órája el fog jönni, hogy elég hosszú idő eltelt a TAO bevezetése óta, ezt ebből a rendszer tényleg kinevele nemzetközileg versenyképes sportolót. Hát és ez nem csak a jégkoron kérdése, valóban, mert valóban. Ez egyébként teljes joggal hangzik el nagyon sok sportágban, hogy azért most már oké, tehát hogy a manna megvan, most már csak a szakszerű felhasználást kell bebizonyítani. Azért visszatérve a versenyképességre, amikor azt látjuk, és nyilván mindenki nagyon nagy örömmel fogadja, hogy mondjuk a liga egyik legjobb kapusa, aki eddig számtalanszor okozott nekünk ugye rossz perceket, ő Fehérvárt választja, és Uzász nevével fog kezdődni itt a jövőben az összeállítás, akkor azért felmerül, hogy, és ugye jönnek más csapatoktól is, azért EBL-t megjárt légiósok, hogy nyilván minket abszolút nem is feltétlenül csak gazdaságilag, bár ez nagyon fontos, de hát sportszakmailag, presztízsben, a célokat tekintve is már abszolút versenyképes partnernek tekintenek. E tekintetben két dolgot emelnék ki. Az egyik az, és ezt nagy örömmel mondom el itt a kamerán keresztül, kvázi a nyilvánosság előtt is, hogy a Fehérvár AV19 idei kerete, amivel nekivágunk a most következő EBL szezonunknak, egy fillérrel sem drágább, mint a tavalyi vagy a tavaly előtti kerete. Egyszerűen más prioritások mentén állította össze, vagy szerződtette
össze ezt a keretet a szakma, és a másik pedig, amit ki szeretnék emelni, az pedig a munkatársaimat dicséri, az ő hozzáállásuk és az általuk kialakított gondolkodásmódunk az, ami miatt ilyen kaliberű vagy ilyen múltú játékosok is ma már szívesen választják Székesfehérvárt. Itt olyanokra kell gondolni, amik nem feltétlenül mindig pénzben mérhetők, hogy mi tudomásul vettük, hogy pénzben nem feltétlenül fogunk tudni versenyezni osztrák vetétársainkkal, viszont vannak olyan dolgok, amikben képesek vagyunk rá. Az odafigyelésben, a különböző Személyes igények, a különböző, igen, a különböző személyes igények kielégítésében, a megfelelő lakáshelyzet, a megfelelő autóhelyzet, az ideérkező játékos családjával való maximális törődés. Ezek olyan apróságok, amik most már határozottan állíthatom második éve visszaköszönnek az érkező, vagy az éppen elköszönő játékosok szavaiból, hiszen mi minden évben mindenkivel elbeszélgetünk már, tehát azok közül is, akik távoznak tőlünk, megkérjük őket, hogy adjanak jelentést, helyzetjelentést arról, hogy érezték magukat, mit láttak pozitívan, negatívan, ha akarják, akár névtelenül is, de mindenkivel, a general managerünk, a csapatvezetünk elbeszélget, és ezekből mi nagyon sok mindent leszűrtünk az utóbbi időbe, és beépítjük a mindennapi munkánkba. Így próbálunk egyébként versenyképesek lenni. Ez egy kicsi kulisszatitkó. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy mondasz, tényleg egészen olyan, mint az ismert, nem tudom, milyen szálláskereső portálokkal ugye értékelni kell, ahol voltál, de van olyan, ahol a szállás értékelheti a vendéget, és aztán így kölcsönösen erősítik egymás jó hírnevét. Hát nyilván egy ilyen viszonylag szűk közössége belül, mint amilyen az egész ebben, azért ezeknek híre megy, és nyilván ezzel sok minden ellensúlyozható. Jó ezt tudni egyébként, hogy Székesfehérvárt így tekintenek rá a riválisok. És ez felveti azt a kérdést, hogy amikor 2 évvel ezelőtt a klub átalakult és teljesen új útra lépett, és ti átvettétek ugye a menedzsment irányítását, akkor amit kitűztetek magatok elé, azt gondolom nagyjából ez volt, hogy azon kívül, hogy gazdaságilag és szakmailag is ugye mindig stabilan tartani és új lehetőségeket biztosítani a csapatnak, a versenyben olyan szinten benn maradni az ebellel és az ellenfelekkel, ahogy azt azóta is látjuk, hogy történik. Tehát tulajdonképpen itt azért egy nagyon erős brandépítés mellett szakmailag is egy nagyon komoly munka zajlik. Igen, tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy az alapvető célkütőzések, hogy a gazdaságilag stabil klubot tudjunk üzemeltetni, megtartsuk abból a gyönyörű 40 éves építményből, amit idősebb Bocskai Gábor összerakott, minden olyan elemet, ami a hoki számára elengedhetetlen, fontos és jó dolog, és erre tudjunk olyanokat rakni, amik a 21. századi gazdasági és egyébként szakmai és egyéb követelményeknek meg tudnak felelni, és amellett, hogy stabil gazdaságot alakítunk ki, stabil gazdálkodást alakítunk ki, ez a gazdálkodás lehetővé tegyi a szakmának, hogy képes legyen versenyképes csapatot kialakítani a rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretből. Én úgy érzem, hogy ebben a tekintetben az előttünk álló szezon lesz egyébként vízválasztó. Én soha nem szerettem jósolni, most sem fogok jósolni, hogy mire leszünk képesek ezzel a kerettel, ahol azért ismert hokisok, jó és ismert magyar válogatott és nagyon tehetséges és már ismert magyar fiatalokkal alkotnak egy elegyet, de most lenne az az álmom nekem, hogy a Fehérvár képes legyen stabilizálni egy viszonylag jó szereplést. Tehát meg tudjuk tenni egyszer azt végre, hogy egy jó szezon után még egy jó szezon következzen a fehérvári hokiban. Én akkor mondanám azt, hogy a szakmai építkezés is stabil alapokon van. Tehát nem egyfajta libikóka helyzet, nem úgy, mint amit az alcsoportos világbajnokságon való szereplés kapcsán fogalmazódott meg korábban a válogatott szempontjából, hogy már egy liftező helyzet is jó lenne. Szerintem el kell tudni jutni oda, és ez az én célkitűzésem a klubbal ilyen szempontból, hogy a csapatunk stabil versenyhelyzetben legyen minden szezonban a playoffos helyekért, és ott esetleg tudjon még csavarni egyet a potméteren. Aha. Hát reméljük, hogy ez azért megugorható magasság lesz a csapatnak, hiszen azért itt nem az átcsoportos világbajnokság szintjéről beszélünk hosszan, hanem tényleg egy már elfoglalt középpozíció tovább erősítéséről. Na és akkor nem is maradt olyan sok időnk arról beszélni, hogy milyen lesz valójában, mennyire lesz erős az idei csapat, mennyire vagytok elégedettek az erősítésekkel,
beleértve az új játékosokat is, illetve azokat, akik maradtak, és akik a továbbiakban is erősítik a volánt? Tulajdonképpen, ahogy ez nagyon nehéz most megmondani még, hiszen éppen most augusztus 1-jét írunk, és gyakorlatilag ma van az első hivatalos edzése a teljes keretnek Jerven Pamester irányításával, illetve Jerven Pamester és Karula Mester irányításával. De mi abban bízunk, hogy most, amikor a magyar magunk egyben maradt, most, amikor a fiatalok még egy év tapasztalatot gyűjtöttek az elmúlt szezonban, és most, amikor a légiósaink közül is jó párat meg tudtunk tartani, és viszont az a fél tucatnyi érkező, aki jött hozzánk az Uzász kapusunkkal, az Élen vagy Andrew Jogennel, aki azért az Innsbruck egyik pontjárosa volt, de most nem szeretnék itt mindenkit külön felsorolni. Tehát akiket nem az internetről vásároltunk kvázi, és nem azt nézegettük, hogy hány pontja van, hanem a szakma látta őket élőben többször játszani, és ez alapján le tudta szűrni, hogy illeszthetők-e egy játékrendszerből, amit nyilván az edzői tímnek kell kitalálnia, hiszen nyilván egy új kerethez nyilván alakítani kell majd a játékstílust, a struktúrát is, bár én ehhez abszolút nem értek, és mindig igyekszem is, már most is lehet túl messzemerészkedtem ebbe a tekintetbe, de azért mégiscsak elment tőlünk egy Hári János, aki egy extra klasszis, egy egyéniség, egy utánozhatatlan stílus volt a jégen. Nyilvánvalóan ő vele lehet egy stílust játszatni egy együttessel, vagy egy meghatározó sorával egy jégkorong csapatnak, és nyilván más embereknek, akiknek más az erősségei, másban nagyon jók, azokkal nyilván egy másikat. Tehát most megmondani még, hogy az egész hogy sikerül, nem tudjuk, de én nagyon bízom abban, hogy ez a keret, ha más stílusú lesz is, de nem lesz gyengébb, mint a tavalyi. Ellenben az EBL azzal, hogy idén 11 csapatos versengésé válik, gyakorlatilag a középszakasz tekintetében nehezebb lesz, mint a magunk mögött hagyott szezon, hiszen most a 11 csapatból 5 kerül felsőházba a tavalyi 6-tal szemben, és 6 küzd meg a 3 felsőházi helyért majd a középszakaszban. A 6-ba se volt könnyű bekerülni idén, aki nézte a mérkőzéseinket és nyomon követte, azt tudhatja, hogy nem a levegőbe beszélek. Vértizzadtak a srácok azért, hogy a végén a 6. helyre becsusszanjunk, akkor el lehet képzelni, hogy 5-be kerülni ebben az ebben mennyire nem lesz egyszerű. De hát a kihívások éltetnek minket, nem csak gazdaságilag, hanem szakmailag végén is. Persze. Úgyhogy ez a feladat igazából, hogy első körben megpróbálni megugrani az 5-öt, ha nem megy, akkor a 6-ból a 3-at. Ez az alapvető elvárásunk, hogy ez valahogy sikerüljön idén is. És hát a közönségnek is ez lesz, amely tényleg az egyik leglelkesebb, legtámogatóbb publikum az egész EBL-ben, és az egész magyar sportban is mondhatjuk, hogy kevés hasonló van. Akár a bérlet árusítást, vagy egy konstrukciókat, egyéb egy kiszolgálást tekintve, gondolom a továbbiakban is elsőleges célotok, hogy a teltház és ez a bázis ez megmaradjon. Természetesen. Nagyon reménykedem abban, hogy továbbra is teltházas mérkőzéseket tudunk majd játszani a Raktár utcában. Remélem, hogy ez hozzásegítette a szurkolókat már abban a döntésben, hogy idén is vásároljanak-e bérletet, vagy aki nem bérletet, többször is jegyet a mérkőzéseinkre, hogy tavaly azért megmutattuk, hogy képesek vagyunk mi jó teljesítményre és nagyon jó mérkőzésekre a saját kis ördögkatlanunkban. Remélem, hogy idén is megtámadják a pénztárakat augusztus 12-től kezdődően, amikor elkezdjük a bérleteink árusítását. Gyakorlatilag igyekeztünk kedvébe járni egyébként a szurkolóinknak a tekintetben, hogy gyakorlatilag minimális módosítást hajtottunk végre, vagy áremelés gyakorlatilag egy tekintetben hajtottunk csak végre. A konstrukcióinkban az állóbérleteink emelkedtek 2000 forinttal, ami nem, a mai világban nem nevezhető egetverő változtatásnak. Minden egyébben a megszokott árakon próbáljuk kiszolgálni a szurkolókat. Talán annyi változtatás volt, amit már elmondtam egyébként a sajtótájékoztatón is, hogy most előre azért is, hogy mindenki számolhasson, bejelentettük, hogy ha és amennyiben a csapat playoff szereplést ér el, akkor már most mindenki tudhatja, hogy a playoff mérkőzésekre milyen jegyárakkal számolhat. Ennyi változtatást eszközöltünk, és várunk továbbra is mindenkit, mondom. Lehetőség lesz most is idén is online jegyértékesítésre, lehetőség lesz bankkártyával, szépkártyával jegyet, bérletet vásárolni. Reméljük, hogy ezekkel továbbra is nagy számba fognak élni. Tehát akkor szép a Raktár utca 6 dugig van.
Így van, én pedig ígéretem, hogy természetesen továbbiakban is mindenről beszámolunk, ami a csapat körül és a csapattal történik. Elsősorban persze jó eredményekről szeretnénk nagyon. Köszönöm szépen, és hát jó erőt, kitartást, meg hát még nyilván sokszor beszélünk majd az előttünk álló szezonban is. Köszönjük szépen, igyekszünk meghálálni a megelőlegezett bizalmat. Kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, hogy hallhatták, nem sokára már lehet venni jegyeket, bérleteket. Beszámoltunk már róla, hogy szeptember elején szokás szerint az ifja Bocskai Gábor emléktornával, de még előtte egy nappal egy fantasztikus gálamérkőzéssel, egy 20 éves bajnoki döntőre emlékezve kezdődik majd a szezon. Úgyhogy mondom, hogy jégre fel, még akkor is, hogyha a jelen pillanatban ezt leginkább a poharában szeretné látni az ember, esetleg egy strandon, nem sokára találkozunk a jégpályán. Viszontlátásra!